Most felmegyünk a múzeumba, és tartunk egy kis érdekes múzeumlátogatást. Játékosok. Nem is én fogok beszélni, hanem ti magatok fogjátok feltérképezni a múzeumot. És művészeti intézetet hoztak létre. Ennek az intézetnek, annak a festőiskolának későbbi átváltozása jogutódja le, mert átolvassátok a kérdéseket, megbeszélitek, felolvassátok az összeset. Ha gondoljátok, én felolvasom előtt az eszedet először. Megbeszélitek, hogy melyiket mondjátok meg. Az ideiglenes kiállítása látható a múzeumban. Másik terem, ahonnan kijöttünk. Nem, nem kell tudnánk. Most Erdély Béla vagy Boksa Jó? Oké. Hány teremben foglal helyet a múzeum állandó gyűjteménye? 9. 9-et mondok. Hány kecskét látsz, Karl Wittinghoff, így írják, ausztriai festő képét. Kecskéket keresünk. Mert tündér repül az ég felé Arthur Merlin a képén. Gyertek így fél körbe itt ezt a kis mini szobrot nézzétek meg. Magyarok a hungi részekre érkeztek, akkor egy Laborc fejedelem hírét vette a magyarok bejövetelének, és elmenekült. És... Tehát itt ezt a felső részt egy ilyen szallag díszíti, egy bojtos szallag díszíti. Tehát a férfiak ugye süveget hordtak, és ugye van a beregszászi süvegcsúcs, ami ezüstből készült, és palmetta díszítésű. Akit nem ismerünk, ugye csak annyit tudunk róla, hogy Béla király jegyzője. Tehát itt a Drugger címer, a seregéllyel, tehát a Drugger címer, ez a hét, tehát Nádor ispán, tehát ő volt az, aki a királyi várban az ügyeket intézi. 17.-18. századi öltözetet már itt látjuk a következő teremben. Az egyik oldalon van a koronából kiugró unikornis, az egyszarvú, a másik oldalon pedig egy nagy és négy kisebb kereszt van. Tehát Bercsényi mindössze 14 évet tölt itt Ungvári birtokán. Egy szőlőt látható. Szent Márton püspök pedig már Munkács címerében van, az pedig Szőlős városnak, Ugocsa megye, ugye fővárosának a címere.